ez akkor lesz be, hogyha megveszem Steamen, vagy én, nekem kéne tokkal, én annak örülnék. Ha meg még a mentéseim is meglennének, akkor az tök OP lenne. Ami valószínűleg nem leszünk, mert az achievementeket azért becsületes pénzért vett játék, az nem tárolja. Jaj, segít neked, jaj, azt hittem meg, hogy a Shockwave-vel vagyok, nem tudom miért, mindkettő wave. Csak az egyik hang, a másik meg elektromosságosság. És annak van az a nagyon cool vizéje. Ez a... cucca. Rumble. Want. Mert hogy van? Nem tudom, hogy mit mondna. Tök mindegy, nem leszek én gázon, így ilyen osztálytársam, aki full mindent pízi, így ilyen... Ön még ilyen kis neon gyereken kockra, tehát ilyen nyokedni nagyon, és ő szokott ilyen hangokat kiadni. Jaj, ezt igen vagyok amúgy, hogy ezt csinálom, de akkor is ez így van. Úgy bírom ezeknek a hangját. Nekem csak egy kérdésem van, a másik kettő, a Starscream, az ilyenkor fuck. Fészekekek. Amin, ez az ajtó fog kinyílni. Vagy nem. Ez is tiszta kopi. Hát ezzel látszik, hogy nem dolgoztak sokat ezen a játékon már, mint azon kívül, hogy beleraktuk Defeat 75, nem is Subsonic. Új, és mind raktok bele egy csomketten. I'm not afraid. Ez jó. Emlékeztek mi ez? Egy orrfújást beütem ezek, mert folyik az orrom. Bocs, ez... De jó hangja van most hirtelen. Not cool. Azt hittem, hogy mindegyik. Ilyen. Valamit, hogy láttam, hogy a szét kellett volna lőni. Már mint igazából mit nem kell szétlőni. Ja, ezek már ki vannak égve. Fura, hogy most a Cybertron is játszódik. Oda be! Várjunk el, hogy ki lehet választani, hogy melyiket. Of course, meghaltunk. Hát ez nem igazán gratis. Marad ez, ez jobbat sebez. Most megnézem, hogy hogyan lehet. Controls, keyboard and each vehicle. Grimlock, benne lesz megint Grimlock, tetszik. Interact 1, F, change form, C, switch, camera, reload. Akkor nincs. Nincs oda, ez mi itt? Bocsánat. Igazából miért nem használom meg?
A földi autók amúgy kicsit furábbak, mert hogy ott ugye a földi kinézetük van, és a fegyvereket úgy kell lehelyezni, itt meg simán itt vannak ki rajta a fegyverek. Ja, igen, ugyanúgy kijönnek. De akkor... töltőképernyő, srácok. Ezt megint meg elmagyarázom nekik, de most megértették. Hú, ebből kettőből leszedünk egy turettet, hát ez jó. Az adag kettőből. Ja, valamikor kettő elég, valamikor nem. Ez jó volt itt, amit ugrott egyet a Starscream. Hello. Milyen pici amúgy a Starscream. Előző részükben szerintem picit nagyobb volt amúgy. Mondjuk a Shockwave-nek se kéne ekkorának lennie, tehát ő se egy nagy darab robot. Én tartok tőle, hogy ezek itt amúgy rohadtul át fognak mindjárt alakulni. Egy melléksztori ehhez, és így összeállt a kép egy kicsit. Itt nem Teletran van, hanem mi ennek a neve? Jó, ez nem kell. Ez Sying Tech. Ezek se annyira. Jó, ugye? Te, mit kell nyomni itt? Mi ez? Jó, mert nem, az előző részben Teletran 1 volt. Jaj, ne, boss fight! Ez ki? Crystal City Guards. Starscream az elég hamar megadta magát. Hogy kell újraéleszteni? Ja, így azt hittem, hogy van, mert az egybe például külön volt ez ilyen healer robot, volt healer fegyver külön hozzá. Az halálbiztos vagyok benne. Az első részt azt mondjuk nem fejeztem be ott a izét. A... nem, ott vagy hívták, várjunk. Bruticus-t ezt nem öltem meg. Vagy mi volt? Nem, várjunk. Nem is tudom, hogy hívták ott azt a nagy dinót, aki olyan, mint a Grimlock, csak keményebb. Van nagyobb sokkal. Mert a Bruticus az a álcákból, ami összeépül, várjál, most mindjárt kikövetkeztetem. Össze kell rakni magamban a képet. Nem tudom. Tudjátok, ha benne volt az előző végjegyszesben, abból szedte ki a Megatron a szikrát. Hogy fölhílelje magát. Ez beszarás. Ezek kurva erősek, pedig csak normálon játszok. Hihetetlen. Majd amúgy ezt a részt valószínűleg már félben van valahol vágva, szóval. Na most sárga.
lehet legugolni. Jó, akkor egy lövés is elég neki. Hú, ez elég nagy pazarlás. Low ammunition. És ez heavy ammunition kell. Ennek jó, mert ennek van egy saját klatcsa, csak úgy magától. Olyan, mert amúgy itt most, hogyha én meghalok, akkor vége, de multiplayerben ez nagyon menő lehet. Ezt valószínűleg ezt is meg kell szerválni, ezt a játékot. Nagyon-nagyon-nagyon megérni. De egyedül nem akarok mondom játszani. Kim van még a Laserbeak? Mert Laserbeak nem Laser Sight. Eszembe jutott közben. De honnan az édesi anyukádból lősz rám? Mindenki lő valakire, csak én nem látok senkit. Komplett. Bronze gearbox és bronze gearbox. Nem tudom ezért mennyit kell harcolniuk, hogy ezt a gearboxot megengedjék. Nem minden, hogy elsőre belementek volna a gearboxosok amúgy. Amit értem, hogy gyakorlatilag amúgy semmi lényegbeli hasonlóság nincsen, csak hogy ugyanaz. Srácok, ide kéne jönni, mit tököltök? Szóval a Soundwave-nek az egyik nagy előnye, hogy neki igazából alapból van egy klatcsa. Ami mondjuk 500 pénz volt az előző játékban, tehát az előző játékban ez nem volt nagy kihívás. És hogy lehet fedezékbe bújni, ezt nem értem. Tehát ők le tudnak menni, hogy hívják, oda googolnak. Soha nem értettem, hogy ezt a vállágyúját miért nem lehet használni, ami ott van. Ez nagyon mocsok viszont. Hát nagyon személy dolog most, amit csináltak viszont. Mert hát ide rakták nulla töltényel. Mondjuk ez is így valószínűleg úgy lett volna. Ez, igen, ezt multiba kéne játszani. Ez mi, ez egy sniper, ezt meg akkor átváltjuk, Shadgar. Vattá. Mit kéne csinálni? Mi a feladat? Addig kinyitjuk a gearboxokat. Jazz, az jó. Perceptor-nak nem tudom mi a rendes neve. Ó, megvan a legjobb. Fake. Ez átszad, ne tudom ki, és megint egy jazz. Cute. Aha. Perceptor megint, aha. Subsonic repeater, az is megvolt már. Most szerintem amúgy várunk arra, hogy elérjék ők a céljukat, szóval. Aha.
ötletem nincs terve, hogy mit kéne csinálni. Talán itt erre? Ah, megvan, erre kell jönni. Van egy töltőképernyő. Viszont látszólag több töltény van benne. Energon Harvester, az valaki halál. Jó, nem érdekel az a fegyver, az kell a ráknak. Összeg...tak. Jó, innen se kell semmi. Ez nagyon jó ez a fegyver. Nem így a pályadizájnokkal nincs baj, ez tetszik eddig a pályadizáj. Bár mondjuk inkább ezeké a pályáki, mint a városiak, a városiak annyira nem cuszlik, tehát ez a város. Of course, fogadjunk, hogy itt át kell repülni. És fogadjunk, hogy akkor fog kijönni az az áram, amikor nem számítok rá. Még értelemszerűen szerintem erre van valami előjelzés. Most kinyírtam magamat. Nem rossz. Hogy oda? Na és szerintem ezt befejeztük, itt lesz a ennek, hogy két résznek a vége, valószínűleg két rész lesz, mert úgyse fogom tudni lekonvertálni most, és itt nem lehet célozni. És hihetetlen, hogy így kilőnek. Remélem ott volt checkpoint. És nem volt, basszus. Hihetetlen. Mennyivel nehezebb úgy játszani, hogy hívják, jönnek ilyen. Nehéz ez a játék amúgy. Tehát nehezebb, mint az előző részek. Most már csak kíváncsiságból megnézem, hogy mit kaptam. Repair Sentry. Ez muszáj duplikét. Jó. Akkor az is Slime Cannon, azt nem szeretjük. Elindézem itt az alsókat, hát ha az alsók erősebbek amúgy. Jönnek ezek a kis cigányságok. Ennyi.
Ez ennyire egyszerű lett volna, ha elmond. Ez ennyire nehéz volt, amennyire nehéznek tűnt. Ennyi, ugye? És van kettő. Föntről támadok, mert szerintem van egyszerűbb. Az a gáz, hogy ugyanannyian védik ezt is, mint a többit. És nehéz. Pont egy ilyen kis szar miatt. Közben így közelebb megyek. Hát ha ennyi volt, ennyi volt. Ennyi volt. Ezt itt felszedjük, meg kell. Ezt meg azért nem szedjük fel, mert nem kell. Nincs valahol töltőnk kéne. Mint az útcsót, nehogy elcsesszük. Ne! És a legelejére. Jó, szerintem ezt a videó itt ennyi is lenne, itt majd megnézem, hogy ezt hogyan kéne jól megcsinálni. És valószínűleg innen folytatjuk akkor a következő részben. Én Emberi voltam, ez pedig a Transformers Rise of the Dark Spark végjegyszes, szerintem harmadik része. Sziasztok!